azoknak az országoknak, akik nem akarnak migránsokat befogadni, extra pénzt kellene fizetniük. Erről beszélt tegnap az újságíróknak a Momentum elnöke. Fekete Győr András azt is megjegyezte, hogy ezt a tervet Brüsszelben is javasolni fogják. Az Origo szerint az októberben rajthoz álló baloldali polgármester jelöltek közül is többen támogatnák az ötletet. Alap szerint ugyanis az ellenzék számos városban egyértelműen bevándorláspárti politikust indít. Nekünk volt egy talán meglepő javaslatunk e tekintetben, az a kvótakereskedelem. Így nevezi a Momentum azt a javaslatot, amit Fekete Győr András hétfőn fejtett ki az újságíróknak. Az ellenzéki pártelnöke szerint tervüknek, amelyet Brüsszelben is javasolnak majd, az a lényege, hogyha egy ország nem akar befogadni az Európai Unióba érkező migránsokból, akkor ezt csak plusz pénzbefizetéssel válthassa ki. Egy tagállamnak legyen joga vagy lehetősége arra, hogy kiváltsa ezeket a menekülteket, és fizessen annak az országnak plusz extra pénzt, aki mondjuk Magyarország helyett befogadja és megpróbálja integrálni ezeket a menekülteket. Sajtóhírek szerint az önkormányzati választáson induló ellenzéki politikusok közül többen is hasonlóan vélekednek. Az Origo arról ír, hogy a baloldali pártok számos esetben olyan polgármester jelölteket állítanak rajthoz október 13-án, akik korábban támogatták a kvótarendszert és egyáltalán nem tartották problémának a 2015-ös migráns áradatot. A migráció semmilyen különösebb társadalmi feszültséget Szegeden nem okozott, hiszen semmiféle konfliktus nem volt. Szegeden például az MSZP-s Botka Lászlót, aki 2015-ben a város közgyűlésében polgármesterként még így vélekedett a bevándorlásról. Annak ellenére, hogy a legtöbb határsértő éppen a Szegedtől csak néhány kilométerre fekvő Röszkénél érkezett Magyarországra, az illegális migránsok pedig hamarosan a megyeszékhely közterein is megjelentek. Botka László nem sokkal később a Reutersnek a déli határt védő kerítésről is nyilatkozott, amiről az interjú során többször is megismételte, hogy az első adandó alkalommal lebontaná. A kerítés minél gyorsabban lebontható legyen. Ha már valami felépült, akkor az ember akkor bontja le. Ennek a kerítésnek a lebontása is sok 10 milliárd forintba került. Azon leszünk, hogy minél gyorsabban le tudjuk bontani. Martin Schulz, az Európai Parlament akkori szocialista elnöke 2015-ös szegedi látogatása után meg is jegyezte, hogy idézem, Szeged elkötelezetten baloldali város, ahová bármelyik menekültet el lehet küldeni. Az Origo szerint az októberben induló ellenzéki polgármester jelöltek közül nem Botka László az egyetlen, aki korábban többször is a bevándorlás és a kvótarendszer mellett érvelt. Nemény András Szombathely egyik jelenlegi ellenzéki polgármester jelöltje. Még 2015 nyarán úgy vélekedett, a bevándorlásra az uniós kvótarendszer az egyetlen jó válasz. Hasonlóan gondolkodott Jeszenszky András, az ellenzék Nyíregyházán induló szocialista jelöltje, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei listán szereplő korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő Legény Zsolt is. Utóbbi 2016-ban azt próbálta elhitetni, hogy a kötelező kvóta kérdése nincs is napirenden az Unióban.